been a long time coming. They ain't come for my club, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I'm still. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt a 2024-es thrift szezonon kezdete előtt, itt van mögöttem Dani és Gabcsi, összegyűltünk, hogy elkezdjük az egyik, a sok közül, az egyik versenyautónknak a felkészítését. Itt már egy jó pár dolog lezajlott, Gabcsi S13-asáról van amúgy szó. Itt a motort már megcsináltuk, le lett revíziózva, meg lett csapágyazva, tömítések kicserélve, mint ahogy láthatjátok, elég kis pacek lett a kinézete, viszont most hátra maradt még két olyan dolog, ami nagyon-nagyon lényeges ahhoz, hogy indítható és tovább haladható legyen a kocsi állapota, az pedig az üzemanyagrendszer és a hűtés. A hűtést Gabcsi már elkezdte otthon kialakítani magának, ugyanis most az övébe is és az enyémbe is az az egyik nagyobb fejlesztés, hogy hátra visszük a hűtést. Ugye ez egy megszokott mód a versenyautóknál, főleg ugye a driftnél, ahol nincsen óriási nagy tempó, ezáltal menetszél, meg ugye oldalasan haladunk, oldalról nem kap levegőt a hűtő, meg az egész motor eleje, úgyhogy nincs átfutó levegő, mint egy pályautónál vagy ralliautónál, hogy az is hűtse a kocsit. Úgyhogy ez szokott lenni itt a hűtő folyadék, kapacitás növelés, súlyelosztás, egyéb dolgok miatt ugye a hűtő hátra szokott kerülni. Ugye ennél az autónál már ezt elkezdtük, ugye ez egy ilyen beta verzió, ugye még itt saját házon belül nem csináltunk nulláról ilyen rendszerű autót, úgyhogy ez az első. De igazából egész jól alakul a dolog. Meg is mutattam Gabcsit, behúzta már a vízcsöveket. Úgy van szabályzatban elméletileg, hogy el kell burkolva lenni a vízcsőnek, ami, hogyha utastérbe van elvezetve. Ami itt van, ugye nincs benne toldás, ott az utastér részen, úgyhogy elméletileg ennek így jónak kell lennie. Úgyhogy ezt fogjuk még most kitökéletesíteni, valamint az üzemanyagrendszert elkezdeni. Itt egy jó pár cuccat berendeltünk, pontosabban Gabcsi berendelt, itt van szűrő, átemelő, nagynyomású AC, puffer, egy rakat fitting, meg ilyenek, úgyhogy ezeket fogjuk most elkezdeni összerakni. Megpróbálom annyira részletesen, amennyire csak lehet elmagyarázni, hogy mi és miért zajlik, de igazából majd menet közben úgyis haladunk, úgyhogy nekivágunk akkor a munkának. Ez Stan és Pan. Csicska fiammal. Csicska fiammal versenyautó építésekben vagyunk Budapesten. Na, nagyjából az alkatrészekből, amiket berendelgettünk itt, egy béta tervezetet összeraktam itt a kocsi hátuljában. De még mielőtt elkezdünk itt a gyártásnak, meg kialakításnak a munkálataival, elmondanám, hogy miért is van erre szükség. Ugyanis, ugye van itt egy ilyen 20 literes versenytank, aminek a belsejében van igaz szivacs, ezt most annyira nem látszik, van benne szivacs, ami ugye ellibbenést gátolja, de ez egy igen kicsi kis valami, úgyhogy a teljes 100%-os libbenésgátlást ez nem tudja ellátni. Úgyhogy azért szokták azt csinálni, hogy ez egy megszokott rendszer a versenyautóknál, hogy egy kis nyomású pumpa, egy ilyen átemelő pumpa, egy puffer tartályt folyamatosan ellát üzemanyaggal, ahol kialakításából adódóan nagyon-nagyon kevés esélye van annak, hogy az ellátó résznél ellibbenés van, benzinnél, esetleg kavitáció vagy ilyesmi, vagy hanyag benzinellátás lenne. Úgyhogy a tank aljából, ugye ahol nyilvánvalóan a gravitáció lefele nyomja a tank aljába az üzemanyagot, súlyából adódóan ott kiszívjuk egy kis nyomású átemelő pumpával az üzemanyagot, betöltjük egy puffer tartályba, és a nagy nyomású AC pumpánk a puffer tartályból fogja folyamatosan kiszívni az üzemanyagot, ezáltal folyamatosan ellátva a motort, ugye. Itt ez nagyon-nagyon fontos, ugye driftnél főleg, ahol nagyon nagy oldalsó erők hatnak, hogy ne tudjon ellibbenni az üzemanyag, mert akkor a motor meghibásodásához vezethet. Úgyhogy az következik most, hogy nagyjából elhelyeztük, itt ez nem itt lesz így a toronyra ültetve, hanem ennek lesz ide csinálva egy konzol, csak azt most még nem tudom ide abszolválni, úgyhogy egyelőre a csövezést fogom kialakítani, elkezdjük úgy, ahogy az üzemanyag rendszer útja jönne, ki a tankból, be ebbe a facset átemelő szivattyúba, a kisnyomásúba, onnan bele a pufferbe, pufferből ki az üzemanyag híd felé az AC-val,
közölve, aztán így megyünk majd tovább, de először itt ezekkel a fittingekkel, amik Bacsi vett egy rakat fittinget, úgyhogy amiből dolgozni, meg AN6-os teflonos üzemanyag csöveket, úgyhogy ebből fogunk dolgozni. Guy boom 10 toes, big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Cause baby, I'm him, I be on 10. Two-stepping in the party, I do not dance. Watch how I move, make it look easy. Counting up wins, that's part of the plan. Black man taking up my haters a CC. I can't fail, all my victories I'm a repeat. I'm knee deep, need a dub, that's it, you seek me. I'm too sick, yeah, I know I make it look easy. Easy, 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 yeah. Tell them don't try to play me. Yeah, 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 I'm drippy on it daily. They can never count me out, they can never count me out, I know. They can never count me out, they can never count me out, I know I. Make it look easy, make it look easy. I know I. Make it look easy, make it look easy. I know I. Make it look easy, too smooth, I make it look easy. I know we make it look easy. Make it look, make it look, make it look. I know. Love, shoot my shot, better play up. Make it look easy, that's a layup. Bad man, bad man. Why they wanna be like me, a sad man? Too wavy, swallow your pride. All of my guys, call them, they slide. They will oblige. Called them, I told them, you playing with me. Now look, all of them starting to riot. Whoa, huh. When I'm in your city, it's magic. When I'm all in my bag, it gets tragic. When I see what I want, gotta have it. I can't let up, they made me a savage. I can't slow down, my foot on the gas, yeah. Going way up from where I was last year. I'ma make it look easy, that's it. I know God got me, yeah, he got my back. These blessings falling in my lap. I came up, gave it all I had. Rep my city, put them on my back. Hit my shots, I'm missed all. Straight up, I'ma let them know I don't fall. Make it look easy and they know. There's only one way for us to go. Ez lenni kutya páncélban? Macska kalapban, bazd meg, ja. Nem kutya páncélban. Straight in my lane when they got it, I make it. I know that they mad when I swerve out the lot. Thinking the plot. They did not get the picture when I said I don't fit in a box. Taking they shots and they know that I ain't missing. And it's up if they hand me the rock. I feel like a Rubik's cause they confused with how I line it up by spinning the block. Az üzemanyagrendszer elejével, pontosabban hát így elhelyezkedésük a hátuljával, de amivel én kezdtem, azzal nagyjából végeztem. Most jön az a fázis, hogy bemegyünk az autó alá a csövezéssel, ugyanis most hirtelen, még mielőtt neki láttunk kialakítani ezt a dolgot, fölmentünk az interneten, megnéztük, hogy hogyan alakult az idei évi szabályzat, hogy van-e bármi módosítás üzemanyagrendszerrel kapcsolatban, vagy ilyesmi, és az van egyébként, hogy lehetne utastéren belül vezetni üzemanyagrendszer toldás nélkül elburkolva, vagy el hát az enyek, hogy védve legyenek az üzemanyagcsövek, de igazából úgy gondoltuk, hogy a gyári helyén, ahol mennek a gyári üzemanyagcsövek, ugyanott lent a nyúlvány mellett tökéletesen el tudjuk vezetni a csövezést úgy, hogy magasan legyen, védve legyen mindentől, meg ilyesmi, és akkor nem kell itt az utastéren belül való vezetéssel mókolni. Úgyhogy szépen majd oda fogok mindjárt gyártani. Pontosabban vettünk már konzolt az AC-nak, de ott a kialakítását megcsinálom, hogy fel tudjuk fogatni ilyen szegecsanyás megoldással, akkor fel lesz fogatva az AC. Akkor a szűrő alulra úgy fogunk majd előre menni az üzemanyaghídba, úgyhogy most jön ez a kocsi alatt jövős rész. Viszont közben itt kiegészült a társaság még egy taggal, egy elég komoly taggal. Kapcsi szenved, látjátok a fejét, nem élvezi a dolgot. Te mit csinálsz most itt egyébként? Rákos izét, szervó visszafolyó. Ja, szervó csövezés. Szóval igen, itt Kapcsi a motor eleje fele. Itt befejezte még a hűtést, akkor mit csinálgattál? Itt még, itt a szervócsöve. Ja, a szelepfedelet le kell venni, mert ugye a terelőlemezek ki voltak véve az elpucolás, eltakarítás miatt, bár ahogy nézem, nem raktad vissza a csövet, vetted vissza a szelepfedelet. Nem veszem. Beforgatod? Hát jó, arra kíváncsi ezek, akkor majd visszatérek a videó kamerával, amikor ezt csinálok. Viszont itt közben, mint ahogy mondtam, megérkezett egy tag, a legkomolyabb tag a brigádba. A Hajdú Péter, aki a Lexusunknak a sofőrje, és ez itt pedig a Lexusunknak az új motorja. Nem tudom, hogy milyen módon volt bármi
kétféleképpen bemutatva, hogy egyáltalán ez lesz. De ha még nem volt, akkor most mondom, hogy a Lexusunkba hamarosan bekerül ez a típus azonos V8-as 1UZ motor, úgyhogy a 1GFE turbót végre jobbkézzel balvált felett elhajítjuk hátra a picsába, és bekerül ez a V8, és most emiatt bontogatják itt a kábelköteget ki, csöveket, mindent, óriási nagy szakértéssel, ahogy látjátok. Nem ismerek beleszólni, olyan keményen nyomják, úgyhogy szerintem hagyom is őket, hogy dolgozzanak, mert itt a Gabcs is nagyon komolyban van, a srácok is nagyon komolyban vannak. Úgyhogy folytatom, majd mindjárt itt kialakítgatom, nem fogok most a kocsi alatt bemászva valószínűleg videózgatni, hogy mi hogy van, viszont most ezt itt megcsinálom, és akkor majd utána megmutatom nektek, hogy alakul. Egyetlen egy dolgot sajnálok csak, hogy mivel nincsen elektromosan még bekötve se a pumpa, se semmi, így ilyen nyomásépítést, meg ilyesmit nem tudunk ma szimulálni, hogy minden frankó-e, a tömítettség mindenhol jó-e, meg ilyesmi, nem csöpög, nem folyik, úgyhogy ez majd még egy későbbi sztori lesz, de hát megpróbálunk mindent úgy összerakni, hogy ne kelljen utólag semmit se javítani rajta. Ott egy ideges alkatrész eldobás volt, hallhatom. De jó van, dolgozzunk, csá! Ide vagy ember? A faszom vagy, csinál! Csicska szart, nem lett kerek. Az nem. Jaj, kell megyek oda! Ütött ez bele ennyit. Ja, a féltengelybe. Az egy szép lyuk lett, bátyám. Hát figyelj, legalább megvan. Jó. Tudunk haladni. Júj. Vannak dolgok, amik szépek, vannak dolgok, amik jók, na hát ez egyik se. De megvan valósulva. És most itt ez a lényeg. Csicska fiam megcsinálta ezt. Csicska fiammal vágásokba Budapesten. Ez izé, sorjázz már le. Legyél már geci. Az a baj, hogy ilyen kör alakú izét nem fogok kapni. Hagymahéjszerűen tárjuk fel a motor különböző rétegeit. De pont jól dropra kijött a vége. Ezben lehetne zenét is csinálni. Kár, hogy amúgy a fele alatt a motorra voltam ráfókuszálva, és a fejed kilógott belőle. Sokkal jobb ez így. Jaj, de gyönyörűen néztél ki ezen a vágóképen. Nézd meg. Ja. Oda megy be. Jézusom, azt kurva. Na, az van, hogy én itt nagyjából végeztem a dolgommal, be van kötve a betápoldal is, meg a visszafolyót is mindjárt befejezem, és azt terveztem, hogy itt megmutatom nektek, hogy mi van, csak olyan beszélgetéseket kapok el a műhely másik oldalából, hogy meg kellett állítanom őket, hogy felvegyem a kamerát, és úgy, ahogy Dani éppen demonstrált a Gabcsinak, hogy mi hogy van, úgy voltam vele, hogy ő ma sokkal jobb bemutató ember lenne, mint én, úgyhogy ide jövök, és megkérdezem Dánielt, hogy mit gondol arról, hogy ennek a motornak mik a legnagyobb rákfené így szétszedés után? Igazából csak annyi lenne a kérdésem a Toyotához, hogy ezt a starter motort, hogy gondolták, hogy ide rakják, miközben... Az az önindító, aki esetleg nem értené az, önindító, az angolt. Az így tessék. Ez hogy? És ott van, de ez így áll rajta? Nem tényleg. Igen, ez így charger. Ez így, ja tényleg. Supercharger. És úgy gondolod, hogy nehéz volt ezt az önindítót onnan kiszedni? Hát egy 3 óra. Nem, szóval hát igen, itt van a zenédítő, úgyhogy abban maradtunk, hogy jaj, közben itt a kábelkötek is lekerült, amin átestem épp. Szóval abban maradtunk, hogy ezt a zenédítót mindenképpen elvisszük átnézetni, meg felújítatni, és akárha kell, mert ez
ott bent a helyén nem lenne egy funky dolog. De most gondoljatok bele abba, hogyha itt valamelyik, mondjuk ez a vízcső itt, mit tudom, mondjuk vizet kap, elrosdásodik, és itt bent csöpök, mire ez megtelik, és rájössz, hogy innen folyik a víz, az mennyi idő lehet? Nagyon meleg. Ja, de úgy egész jól letisztítottátok ezt a motort. Hát igazából itt meg az eleje van, szíjhajtásnak a dolgai, meg vezérlés, aztán igazából ennyi, le kell majd pucolni a motort, de amúgy nagyon szép, nem, az alja, karternél van olajfolyás, yeah. De onnantól fölfele gyönyörű, szép száraz a motor. Úgyhogy jót, jó vásárt csináltunk, nem? Hát itt a szerepfegyelmél is. A generátornak a csatijánál, mert annak elvágva a kábelek. Azt kérdeztem én is. Azt lett elvágva, amikor vettük ki a motort. Akkor ja, mert hogy akkor azt úgy is újra csinálja. Ja. Hát mindegy, úgyis ő csinálja, úgyhogy ő szívja meg, hogyha... Termosztát. Hát majd ezeket össze kell írni hozzá. Nem is tudom, hogy Bálintnak nincs ügyben termosztát szerintem. Nem tudom, hogy fog-e kell lenni nekünk ez egyáltalán. Na mindegy, ezeket majd kitaláljuk. Az a lényeg, hogy a srácok nagyon ügyesek. Ugye? Rocsi meg csak csöndbe szenved. Na, mindjárt mutatom én is az üzemanyagrendszert, hogy mi hogy van. Segítsőrög a pádnak. Mit segítsek? Kicsit lök meg előre a hűtőt, picikét. A hűtő? Aha. Azt nem tudom, tesó. Semmi? Ah. Full hát, patika? Hát így tudok aha. Rajta mozgatni. Jó. Akkor mehetek vissza, gyertek gyors köteg előjön. Hát adok gyors köteg előjön. Azt hagyd már egyetlen. Milyen kell? Egy, ez a hosszú kökese meg a kombinátor. Hosszú fekete haj, sukár ez a csaj. Mekkora zene! Hello, köszi. Hoztam kettőt, nehogy baj legyen. Csak provizó van. Na hát az van, hogy nagyjából befejeztük a mai napot. Először a srácoknak a munkájával kezdem, amit itt csináltak, mert elég jól leaprították a motor. Meg is utatom, nagyjából így állunk, hát így már el lehet róla dönteni, hogy ez tényleg egy V8-as, egyébként nem néz ki annyira rosszul. Így annyi lesz majd még, hogy lebontjuk a vezérlést, az elejét, le kell szedni az olajteknőt, ugye két részből, megnézzük az alját, csapágyakat ellenőrizzük, megcseréljük. Itt az elejébe a vezérlést, tömítéseket, szimmeringeket, mindent kicserélünk, aztán utána mehet majd a tisztítások, meg az ilyen szelepfedélfújások, szinterezések, homokszórások, ilyesmik után össze. Úgyhogy ez is most már végre elkezdte az alakulásnak az útját járni. Úgyhogy a V8-as sztorival ennyi ma, az üzemanyag rendszeres sztori pedig úgy néz ki, hogy itt felvettem egy kis lámpát, hogy meg tudjam nektek mutatni. Hát ugye így néz ki a hátsó szekció, hogyha a fókuszt eltalálom. Itt hát ez pókember is megirigyelhetné ezt a sok össze-vissza szőtt hálót. Hát itt igazából az elején átbeszéltük, hogy nagyjából, hogy van az üzemanyag útja, de hát ez ennyire kacifántos lesz, mire ugye nagyjából összeáll. Itt az alját nem mutattam még nektek, mivel az előbb már leengedtük a kocsit, ezért most nem bak, hanem emelő van rajta, de gyorsan bekúszok megmutatni nektek, hogy nézünk ki, amennyire látszik. Ugye ott van az AC, megy előre a csövezés, hát baromira nem látszik már, mert sötét van, viszonylag lekéstem erre, meg itt még lóg egy kicsit az üzemanyag csövezés, mert még a AC konzol egyelőre csak két csavarral van fölrakva, de még szegecsanyát fogunk rakni és csavarral fölfogatni, ugyanúgy elől a szűrőnél, de itt igazából az alsó résznél nagyon nagy varázslat nincsen, úgyhogy ezt nem is akarom túlvariálni. Igazából itt a lényeg az megvan, ez összekötve, víz előrehozva, Gabcsit megcsinálta az elejénél az olajhűtőnek a kiállását, ide még kell majd két fittinget szerezni, azért van egyelőre csak odafogatva. Itt megvan a víz, megvan a szervócsövezés, üzemanyag nyomás szabályzó be van kötve, még oda hátra az üzemanyag híthoz szintén kell egy fitting, de nagyjából meg vagyunk, egész jól állunk, úgyhogy hogy értékeled? Húzós volt amúgy. Ja, eléggé. De jók vagyunk. Igen. Egyébként ott volt egy vízcső, ami a felső víznyak és a
a vízpumpa hátsó háza között van. Óriási nagy pánikba voltunk, mert úgy volt, hogy az elveszett és nincsen meg, de meglett, úgyhogy nagyon nagy boldogsággal töltött el minket. Úgyhogy nagyjából egyébként körülbelül ennyi volt ez a mai sztori. Remélem, hogy mindent, amit kellett, azt megmutattunk, majd még azért így napvégére elfáradtunk, úgyhogy az szokott lenni, hogy holnap reggel, mikor én bejövök, még mindent átgondolok, meg átrágok, hogy jól van-e most összerakva, mert egy azért reggel 7 óta elég fárasztó volt a nap, úgyhogy benne van, hogy valami esetleg nem úgy sikerül, vagy nem úgy áll, lesz mindig így másnap még ilyen double checkbe megnézzük. Úgyhogy ennyi igazából. Srácok nagyon jók voltak, Gabcsi nagyon jó volt, én pedig még sose voltam rossz, úgyhogy azt nem is tudom mondani. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, srácok integetnek nektek, hogy érezzétek a törődést, Gabcsi is, bár ő nem szokott, mert ő bunkó, most nem. Na jó van, köszönjük a figyelmet, szevasztok!